Több éves hagyomány, hogy a Debreceni Egyetem különleges mentőcsapatának tagjai karácsony előtt körbejárják a közeli tanyavilágot és adományokat visznek a rászorulóknak. A szakemberek igény esetén egészségügyi segítséget is nyújtanak. Idén 18. alkalommal indulnak el a Debreceni Egyetem különleges orvoscsoportjának tagjai a tanyavilágba, hogy segítsenek a rászorulókon. A csomagokat adományokból kapja a szervezet, ennek ellenére egyre nehezebb a jótékonykodás. És amellett, hogy adományokat osztunk, természetesen egy ingyenes orvosi vizsgálatot is biztosítunk az itt élők számára, illetve, hogyha szükséges, akkor a gyógyszereket is próbáljuk pótolni, de egyre kisebb a büdzsénk, úgyhogy egyre nehezebben tudjuk ezt előteremteni most már mi is ebben az évben, és innentől kezdve úgy gondolom, szerintem minden évben nehezebb és nehezebb lesz. Idén sikerült a karácsonyi akció feltételeit megteremteni, így elindulhattak a tanyavilágba. Úgy gondolom, hogy ez egy létfontosság dolog, hogy igenis, ha tudjuk, akkor segítsük őket, mert azért ők egy olyan körülmények között élnek, ami mindenkinek egy tanulságosod ebben az időszakban. Ennek a családnak reggel és délután is egy-egy órányi utat jelent kerékpárral eljutni az iskolába, ahogy a többi tanyasinak, nekik is nagy segítséget jelent egy-egy csomag. Hát kaptunk játékokat, tartós élelmiszert. És ez mit jelent most így karácsony előtt? Hát nagy segítség. Nekünk, legalábbis nekünk nagyon jó jött. Nekem sokat jelent így, hogy önök is, dokiek is, meg a szomszédok is tudnak segíteni. Az orvoscsoport vezetője azt mondta, hogy a nehezedő feltételek mellett sem adják fel.